Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetéssel szeretnénk felhívni a figyelmüket a jövő hétvégén Ajkáról induló zarándokútra. Köszönöm a stúdióban Vági Károlyt, a Sömegi Zarándokat egyik főszervezőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hetedik alkalommal rendezik meg ezt a Sömegi Zarándoklatot. Annak idején hogy jött az ötlet egyáltalán, hogy azon kívül, hogy a Sümegi templom, ugye a zarándok templom, hogy Ajkáról egy gyalogos zarándoklatot indítsanak ide Sümegre? A zarándok hagyomány az egy idős a vallását gyakorló emberiséggel, és egy idős a kereszténységgel is. Ugye tudjuk, a nagy klasszikus középkori zarándok helyek, Róma, Jeruzsálem, Santiago de Compostela mindig is vonzották az embereket. A török hódoltság után kialakult a sümegi kegykép tisztelete, és egy 60-60 kilométeres körzetből jártak gyalogosan az emberek az adott búcsukra. Ez egészen 49-ig így volt, amikor az akkori államhatalom ezeket a nyilvános rendezvényeket betiltotta, és onnantól kezdve maximum magán úton és a templomban történhettek ezek a búcsújárások. Az előző Tósok-Berindi plébános Tomas Sándor atya, ő többször említette ezeket a zarándoklatokat. Nemesany az ő szülőfaluja, ezeknek a zarándok útvonalaknak az egyik stációs faluja volt, és sokszor beszélt nekünk róla. 2008-ban ünnepelte a Tósok-Berindi templom a 200 éves felszentelési évfordulóját, és akkor az év végén Sümegre szerveztünk egy hálaadó zarándoklatot, hogy megtartotta a Jóisten ezt a templomot, a közösséget, hogy ilyen gyönyörű rendezvényekkel és lelkiélményekben gazdag évet zárhattunk. És akkor a minisztráns közösség megígérte neki, hogy amit lehet, megszervezi újra ezt a gyalogos zarándoklatot Tósok-Berindről. Sanyi bácsi ugye a következő év februárjában, pont a sümegi csoda első csodának az évfordulóján megboldogult, és egy májusban jól sikerült csatkai zarándoklat után röpke egy hónap alatt szerveztük meg az első gyalogos zarándoklatot, akkor is egy 10-11 néhány fős létszámmal, akkor is voltak már 11 néhány évesektől kezdve egészen 60 évesekig. Ezt a korszerkezetet a mai napig őrizzük, tehát akik akkor 58-60 évesek voltak, már idén is jelentkeztek és jönni fognak a zarándoklatra, tehát egy nagyon széles spektrumú volt, és egy nagyon szép lelki utat jártunk be az első alkalmon, és hát azóta minden alkalommal. És ennek most már a hetedik éve. Így van. Éve a zarándoklat. Az idén mikor történik ez, pontosan dátum szerint? Az idén június 13-14-én maga a zarándoklat az mindig a Jézus szíve búcsúhoz igazodik. A másik irányvonal, ahonnan jelentősebb gyalogos zarándoklat van, az mindig az őszi nagy Mária búcsút, ez a Balatonfüred, a Balaton partján haladó gyalogos zarándoklat. Ennek is már talán több mint 10 éves hagyománya van. Ön említette, hogy itt korban széles a spektrum, tehát nagyon sokan jönnek. Kiket várnak egyáltalán a koron kívül, kortól eltekintve, kik csatlakozhatnak önökhöz? Bárki. Azt szoktuk mondani, hogy bárki, aki hívő, az azért, mert egy a hitét mélyebben megélni tudó zarándoklatot tudhat magáénak. Nagyon érdekes, amikor vonulunk végig az útvonalon, Kolontárnál meglátogatjuk a születésbarlangját, akkor kimegyünk Kolontári Szentkúthoz, utána Devecser, és Devecser és Nemeshany között van az a Medgyeserdei szakasz, ami lényegileg egy több kilométeres, hosszú, monoton, általában hőség van, egy rettenetes szakasz, és akkor sok tapasztalattal, lelki, emberi tapasztalattal gazdagodik az ember, amikor önmagát legyőzi azzal, hogy még tovább megy, amikor már a sokadik feladási próbálkozása van. Tehát ezért várjuk elsősorban a hívőket természetesen, de várjuk azokat is, akik bármilyen módon érdeklődnek a katolikus anyaszentegyház hite iránt. Hiszen akik ott vannak, hitben más-más úton vannak, más-más állomásán vannak a hitnek. Volt egy alkalom, amikor egy magát inkább ilyen New Age-es és egyéb agykontrollal is foglalkozik a hölgy,
és megdöbbentett engem is, hogy milyen mélyen imádkozta a rózsafüzér imádságunkat, és mennyire átélte és megértette, hogy mit jelent a katolikus hitben ez az imádság, ez a mélység. Nyitottak mindenki felé, nyitottak mindenki irányába. Közben nagyjából összeáll az útvonal is, akartam kérdezni, hogy milyen útvonal haladna, tehát akkor... Nemeshanyig elmondtuk. Nemeshany egy fontos állomás számunkra, hiszen minden esetben meglátogatjuk Sanyi bácsi sírját, ott van egy kis liturgia, egy litániát imádkozunk. Azután átmegyünk Káptalanfán, és egészen Csabrendekig megyünk az első nap. Tehát általában este 7 órakor van egy szentmise, és szentmise után a Csabrendeki iskolában van a szállás. Ez a legminimálisabb tornatermi matracokon, hálózsákba. De nem is nagyon akarunk ezen változtatni, hiszen célunk azzal, hogy ilyen egyszerűen szervezzük meg, hogy minimalizáljuk a részvételi díjat, hogy egy családnak se jelentsen egy nagyobb közösségnek terhet eljönni. Mennyi egyébként a részvételi díj? 1000 forint a részvételi díj, ez lényegileg a szállás költsége. Másnap reggel 7 órakor indul az arándoklat a Csabrendeki iskolától, a Csabrendeki szőlőhegyen át, érkezünk meg olyan 9 óra magasságába a Sümegi kegytemplomhoz. Ez is egy felejthetetlen élmény annak, aki végigjárja ezt a 30 kilométeres távot. Itt egy óra van arra, hogy mindenki kicsit megpihenjen, aki gyónni szeretne, gyónni tudjon, és 10 órakor kezdődik a szentmise, amit vagy a ferences atyák, vagy egy meghívott atya szokott tartani, és a szentmise egy körmenettel zárul, ami bejárja a Sümegi várost. Ez tehát egy gyalogos zarándoklat. Mivel készüljenek a résztvevők? Mit vigyenek magukkal egyáltalán, vagy hogy kell felkészülni rá? Hát első és legfőbb szempont, hogy az időjárásnak megfelelő öltözet. Egy kényelmes, nem új cipő, tehát egy jól bejáratott cipő. Étkezés szempontjából azt szoktuk mondani, hogy minimálisat, mert egyrészt célszerű ilyenkor kicsit böjtöt tartani, másrészt a nemeshanyiaknak szokás, hogy megvendégelnek minket, és az a tapasztalatunk, hogy egy jó bepogácsázás után nagyon nehéz elindulni. Tehát nem a jól lakottsággal tudunk jól és felüdítően menni. Illetve hálózsák, amire szükség van, illetve mindig kérjük, hogy rózsafüzért, illetve az imádságos könyveket, hozsannáként énekes könyvet mindig hozzanak, hiszen ezekből merítjük az imádságainkat, az énekeket az út folyamán. Mindig visszük magunkkal a Berendi templom egyik feszületét, a Szent Imre ifjúsági kör zászlaját, illetve egy nemzeti színű zászlót, illetve van már egy zarándoktáblánk a Szent Imre ifjúsági körnek, illetve a Tósok Berendi egyházközségnek. Ezt éppen a sümegi zarándoklatokra készítettük, hogy ha megérkezünk mi zarándok csoport ide Sümegre, akik csak vasárnap jönnek, azok is tudják, hogy hol van az ő közösségük. És hála az énnek vannak már más közösség, akik jönnek nagyobb létszámmal, nekik is készítettünk ilyen táblát, van már a bódéiaknak, devecserieknek, nemeshanyiaknak, akik jönnek kisebb-nagyobb létszámban, valamikor egy-egy év kimarad, de ott vannak, hogy nekik is legyen egy ilyen identitást adó szimbólumuk, ami alatt összejöhet az a 3-5-6 ember, ami éppen abból a közösségből jön. És akkor ön el is mondta tulajdonképpen, amit akartam kérdezni, és kimondta a kulcsot, a közösséget, a közösségépítés, hiszen úgy gondolom, hogy a hit erősítésen kívül ez egy közösségépítő zarándokat is. Kialakult az elmúlt 6 évben valamiféle törzsgárda, aki jön? Természetesen, tehát elsődlegesen azok a most 18-25 éves minisztrások, akik még Sanyi bácsi alatt is jócskán minisztráltak, ők alkotják egyrészt a Tósok Berendi minisztráns közösség gerincét, másrészt minden ilyen zarándoklatunknak a fő motorjai ők, és emellett vannak 40-50 évesek minisztrások szülei, volt minisztrások, vagy éppen a volt minisztrások szülei, ez a 60 év körüli generáció, aki jelen van, és ez egy fix közösség már, aki ott van ezeken az arándoklatokon, és minden évben elmondják, hogy nekik ez volt az utolsó, de következő évben mindig ott vannak közöttünk. Kell előre bejelentkezni, van egy előzetes regisztráció? Annyit kérünk, hogy mindenképpen jelezzék a megadott elérhetőségeken, hogy jönnek.
Csabrendek, ez az egyetlen szűk keresztmetszet, a Csabrendnek is szállásot nekünk jeleznünk kell, hogy most 5-10-15 vagy 30 ember lesz, de hogyha egy-két ember megjelenik szombat reggel, hogy ők úgy gondolták, amikor fölébredtek, hogy jönnének, azt természetesen nem fogjuk elutasítani. A Facebookon van egy oldala az zarándoklatnak, az megtalálható Ajkasi meggyalogos zarándoklat néven. Városban több helyen kín van plakátunk, főleg templomok környékén. Ott elérhetőségek a szervezésre foglalkozó testvéreknek az elérhetőségei megvan, úgyhogy bárhol ezeken lehet jelentkezni. Még egyszer a pontos időpontot és a helyszínt mondjuk el. 2015. június 13-án reggel 8 órakor indul a zarándoklat a Tósok-Berendi templomból. Akkor köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat és tájékoztatott minket, illetve a nézőket. Erről sok sikert kívánok hozzá. Köszönjük szépen!